Hol volt, hol nem volt. Az óperenciás tengeren is túrt, ott, ahol a nap ékesen ragyog az égen, s a virágok a hajnali harmattal bontják szirmaikat, ott találott Tündérországot. Ezt az országot csodálatos erdők, mezők, hegyek, völgyek, folyók, tavak és tündérházak alkotják. A tündérházakban tündérfelnőttek és tündérgyerekek laknak. Meseálom, mesefelhő, mesefelhő, meseálom, mesepálcám, azt kívánom, hogy a mese most valóra váljon. És szeretnétek tudni, hogy milyenek igaziból a tündérek? Akkor ezt most a Tündér nagykönyvből felolvasom nektek. És itt, a tündériskolába még nagyon sok dolgot megtanulhattok ma. Miféle szerzetek ezek a tündérek? Milyen gyönyörű kis parányi lények? Vidámság és szeretet tündérei ezek, akik kimutatják, ha a szíved szeret. Megmutatják, ha boldog vagy, s vidám, ha a lelked ragyog, mosolyogva néz rám. Milyen jó lenne, ha mindenkiben élnének. Azt jelenteni, hogy az emberek boldogok lennének. Tündértanítónéni, nem késtem le a tündérének órát? Hát, kedves Tündér Juci, éppen hogy csak beértél a tündérének órára, de az utolsó pillanatban. Nem is tudom. Azt hiszem, én azt hiszem, hogy a tündérzenészek viszont lekésték ezt a tündérórát. Nem is tudom, mit csináljak. Van ott köztetek tündérzenész véletlen? Nincs. Itt vagyunk, tündértanítónéni. Jaj, megjöttek. Hát ezek megjöttek is az utolsó pillanatban. Hol jártatok eddig? Hát éppen szálltunk a város fölött, és a Bóbita óvoda fölött egy nagy porfelhő kerekedett, és összegabajodtak a szárnyaink. De most már itt vagyunk a tündériskolában, mert ez a tündériskola? Igen. Jaj, de jó. Ez a tündériskola. Hát akkor nagyon gyorsan tündéreljétek meg magatokat, vegyétek fel a tündérgitárokat, a tündérhangszereket, és gyorsan kezdjük el a tündérének. Tündér Juci, mit szeretnél? Azt a szép tündéreset, azt a bóbitását szeretném. De én úgy tudom, hogy ezt a bóbitás éneket már az óvodába is, a tündérovibe is tanulták nagyon sokan közületek. Aki tudja, az énekelje velünk, jó? Na rajta! Sáska hadat, hegyek
nagyon ügyesek voltatok, ti tündértanulók, úgyhogy én be is írok egy nagyon nagy csillagos tündér ötöst ide a tündérnaplomba. Tündértanító néni, én azt hallottam, hogy a tündérek még a szélnél is sebesebben tudnak szállni. Bizonyám, ez így van, gyerekek, a tündér szárnyaikkal a szélnél is sebesebben szállnak, éppen most gyakorolnak itt kint az udvaron. Patakokkal futni, hackor körbe ágára, bóbitágat fújni. De jó lenne illatos mezőkön heverni, száraz szél a kazlakban meg-meg emberegni. De jó lenne boróka, gyüngyét nyakba fűzni, láda meg egy pücsökkel éjjel hegedülni. Sebesebben szállni, hey! Köszönjük a tapsikát, nagyon jó volt! Vettem gyöngyel kivert kendőt, nem is kendőt, bárányfelhőt. Köszönjük, ez már sokkal jobb kis taps volt. Na kérem szépen, most együtt énekünk megint. Csiri-biri, csiri-biri, zapszalma. Hogy van tovább? Csiri-biri,
a vége. Nagyon ügyesek vagytok. És akkor megy a dal, először a szóló, három, és... fejből tudjátok, most pedig, ha már ilyen szépen énekeltünk, akkor egy teljesen vadonat új dalt fogunk tanulni. Tündértanítónéni, az anyukám küldött a tündértanítónéninek egy levelet. Itt van az ellenőrzőmben. Az ellenőrződben? Na nézzük, igen. Mit írt ez a tündérmami. Tisztelt tündértanítónéni, igazolom, hogy gyermekem megfázás miatt mulasztott. Ma sem tud tündér kertet ásni. Árt a torkának a harmad. Feleltetni se tessék. Szívességét köszönöm. Úgy hallottam, hogy tüsszentett valaki. Én voltam. Fáj a torkod. Egy tündérnyit még fájdogál. Hát akkor én elvarázsolok neked egy tündérigét, és az meg fogja gyógyítani a te torkodat. Itt. Tündérfelhő, tündér álom, tündérpálcám, azt kívánom, hogy a Judit torka meggyógyuljon. Jóán nem is fáj. Hát akkor most már elkezdhetjük az új dalt? Igen, most már elkezdhetjük. Nagyszerű, akkor légy szíves, segítsetek a gyerekeknek, tündérzenészek. Az új dal címe pedig az lesz, hogy Hét pupú zivatar. Azt mi ösztök tudják, a kisfiúk mondják utánam, Hét pupú zivatar. Hét pupú zivatar. Felássuk a kertet. Felássuk a kertet. Ki dolgozni nem akar? Gyümölcsöt se nyelhet. A tündérlányoknak biztos sokkalta hangosabb a hangjuk. Mondjátok utánam, lányok! Hétkarú zivatar! Hétkarú zivatar! Felmossuk a konyhát! Felmossuk a konyhát! Ki dolgozni nem akar? Ki dolgozni nem akar? Meghúzzuk a kontyát! Vannak itt jó fejek? Igen. Már most jön a harmadik verszak. Hétfejű zivatar. Hétfejű zivatar. Tanuljuk a leckét. Tanuljuk a leckét. Kitanulni nem akar. Kitanulni nem akar. Vegyen más fejecskét. Vegyen más fejecskét. Most jön a zene.
össze a fiúkkal énekünk. Mindjárt. Egy hét pupúzivatal felássuk a kertet. Mostan ássuk a kertet. Hét pupúzivatal felássuk a kertet. Kidolgozni nem akar, gyümölcsöt se nyelhet. Lányok, mi jövünk? Hét karuzivatar, felmossuk a konyhát. Kidolgozni nem akar, meghúzzuk a gondját. És most mindenki hétfejű. Hétfejű zivatar, tanuljuk a leckét. Ki tanulni nem akar, legyen más fejecskét. Egy kis zene. Jönnek. Ismétlés. Hét pupuzivatar, felássuk a kertet. Kidolgozni nem akar, gyümölcsöt se nyelvet. Lányok, mi jövünk? Hét karuzivatar, felmossuk a konyhát. Kidolgozni nem akar, meghúzzuk a gondját. Mindenki együtt hétfejű. Hétfejű zivatar, tanuljuk a leckét. Ki tanulni nem akar, vegyen más fejecskét. Köszönjük szépen! Nagyon ügyesek voltatok, de én úgy látom, hogy a legkisebb tündér megint rosszalkodik, úgyhogy sajnos be kell, hogy írjak a tündér ellenőrzőjébe. Tisztelt szülő, gyermeke nem egy tündér, jobb, ha tudja. Gyűröttek a szárnyai, kiöntötte a hajnali harmatot, és verekszik a varázspálcájával. Itt már csak a csoda segíthet. Így a vasorú bába képzőbe sem veszik fel. Tündérelje meg magát végre. Na hát. Tessék. A kedves szülő válaszát várom. Na már megint mit csináltál, Judit? Olvasd csak fel. Azt írta a tündér, Toni, de nem így, na mondom. Tisztelt szülő, gyermeke nem egy tündér. Na jó, olvasd el, apa. Tisztelt szülő, gyermeke nem egy tündér, jobb, ha tudja. Gyűröttek a szárnyai, kiöntötte a hajnali harmatot, és verekszik a varázspálcájával. Itt már csak a csoda segíthet. Így a vasorú bába képzőbe sem veszik fel. Tündérelje meg végre magát. Na hát! Hát kedves tündértanító néni, csak tessék szigorúan hátrakötni a sarkát. Minket is így neveltek. Azért jár iskolába, hogy tündér legyen a talpán. Tudtunk. Állj csak meg, te tündér Juci. Én úgy hallottam, hogy te nem csak rendetlenkedtél, hanem még a törpéket is csúfoltad. Hogy volt ez? Ez úgy volt, hogy engem csúfolódtak, a törpék kicsúfolkodtak. Na, kezdjük csak az elején. Jó, akkor elmondom a teljesen igazat. Na jó. Hogy történt? Hát az úgy volt, hogy én azt mondtam a törpéknek. Na, mit mondtál? Ők mit mondtak? Hát nekem azt mondták a törpék, hogy... Tündér, tündér, üres ám a kondér, hogyha bírod, tele sírod, egy fületlen gombér. És mi következett erre?
Hát én azt mondtam a törpéknek, hogy... Törpe, törpe, ne állj a gödörbe, hiszen látod, dombon állok, csak a lábom bőrbe. És aztán mi lett? A törpék azt mondták nekem, hogy... Tündér, tündér, a kutyára jöndér, sose szárad meg a szárnyad, sem a tündér mundér. Én nem bánom, hogy ki kezdte, meg kifejezte be, de én nekem most már mondd el az egész történetet elejétől a végéig úgy, ahogy volt, mert ebből semmit nem értettem. Elmondom a teljesen teljes igazságot, jó? Jó. Törpe, törpe, a kalapot pörge, mász fel bátran a nétrára, nézd meg a tükörbe. Tündér, tündér, üres áll a gondér, hogyha bírod, tere sírod, egy fületlen gondér. Törpe, törpe, ne állj a tükörbe, hiszen látod, dombod állok, csak a lábom görbe. Tündér, tündér, a kutyára jöndér, sose szárad meg a szárnyad, sem a tündér. Sose szárad meg a szárnyad, sem a tündér mundér. Na most már kezdem érteni. Kibékültetek már? Tündér tanító néni, most már nincsen őrihari. Most már teljesen ki vagyunk békülve. Na hát ezt reméltem is. Itt van valahol köztetek Kormos Pisti, róla is nagyon sok rosszat hallottam. Nincs. Hát hol van ez a Kormos Pisti? Belebújt egy dalba? Belebújt egy szekrénybe. Nem hiszem én ezt. Vagy kiszökött a széntelepre. És az orrát lekormozta. Az indiánna az a helyzet, na, mi a hogy helyzet? Az egy kisfiú, és este sokat vacsorázott, és nem, nagyon rosszakat álmodott. Figyelem, ez egy blues lesz most. Az indián csuda rosszat álmodott, három majom fönn a fán, mindenfélét rádobott, görög dinnyét, sárgarépát, lyukas lábast, kanalat,
színes golyót, három négy zsák, rumplit, szöget, madarat. Kérünk egy kis taps ritmus, ez az. Perec, az indián nyögött, morgott, krákogott, mikor süsű hét után a fülébe nyávogott, két há, és sokat ettem vacsorára, fölém sültek egyebet, jó, hogy itt vagy, süsű drága, kapsz is egy szép. Sokat ettem vacsorára, fölém sültek egyebet, jó, hogy itt vagy, süsű drága, kapsz is egy szép. Egeret, de sós perec, az indián süsű nevű macskája, egyet nyába két után, ő a világ lustája. Egy, két, egy-két, há, négy. Ez volt Sós Perec, az indián története. Nagyon ügyesek vagytok, meg kell, hogy állapítsam, hogy ezt a leckét is jól megtanultátok, de most nézzük, hogy vajon a meseórán arra felkészültetek-e, az Árgyius királyfi meséjére. Mert hogy most meseóra következik, és a tündériskola bábcsoportja fogja előadni. Velünk tartotok, ugye? Jó. Volt egyszer egy király, s a királynak három fia. Annak a királynak a kertjébe volt egy aranyalmafa. Ez a fa éjjel virágzott, s hajnalra megérlelte minden gyümölcsét. A király megszedte a fát reggelenként, s időjártával ő lett a világ leggazdagabb királya. Egy reggel üresen találta a fát. Másnap megint. Harmadnap meghirdette, hogy fele országával jutalmazza azt, ki az aranyalmákat megvédi a tolvajoktól. Hű emberei sorra őrben álltak a fa alatt. De éjféltáj mindet elnyomta az álom. Mire föleszméltek, az almáknak lába kelt. Összetanakodott a három királyfi, s elhatározta, hogy vállalják az őrködést. Először a legidősebb, aztán a középső próbálkozott. Nem jártak ők sem különbül, mint a többi őr. A legkisebb királyfi Árgyilusnak hívták, most már rajta volt a sor, felköltötte a kardját, s egy arany szekercét is vitt magával, a szelencébe pedig tubákot tett. Azzal ledőlt az almafa tövébe, s nézelődött a holdsugaras estében. Ahogy nézelődött, egyszer csak érezte, hogy az álom meglegyinti. Kinyitotta az aranyszerencét, szippantott a tubákból, s akkorát tüsszente, hogy elszállott az álom. Akkor már röpült is a fa felé 13 fekete holló. A királyfi ügyesen